Sziasztok! Ez megint az autóvizsgálat, itt vagyunk Varga Tibivel. Sziasztok! És már egy érdekes dologról fogunk beszélni, az autóválasztás szempontjairól, ami messze túlmutat azon, hogy mennyi a kilométer benne, vagy van-e szervizkönyv. Tehát az a kérdésem, Tibi, hogyan érdemes autót választani? Igen, hát ugye a mai részben nem pontosan arról akarunk beszélni, hogy milyen műszaki paraméterekkel vegyetek autót, hanem inkább általában, hogy aki nem szakmabeli, vagy aki ez nem állnak közel az autók, ő is el tudja dönteni, hogy nagyjából milyen kategóriájú autót keres, illetve az ő céljainak hogy találhatja meg a legjobb márkát, fajtát. Nem mindegy, hogy egy autót családi autónak tervezünk használni, vagy munkába járni, városban, vagy inkább vidékre, hosszú utakra, rövid utakra, drága autót, olcsó autót, nagyon sok szempont van, és nagyon sokszor félrevihet a rengeteg hirdetés, illetve a hirdetéseknek a valótlansága. Első körben fontos kitalálni, hogy milyen méretű autót keresünk, hiszen nem biztos, hogy egy ekkora dömpert kell vásárolni, mondjuk Budapest belvárosába rohangálni, A-ból B-be, vagy anyataxinak használni. Nyilván nagyon mutatós, de a praktikussága azért megkérdőjelezhető mondjuk egy belvárosi forgalomban. Oda inkább kis autó való. Ha meg már kis autó, és ha már városi forgalom, kevésbé praktikus dízelautót választani, oda nyilván benzines, hibrid, illetve elektromos autó lenne a célszerű. Gyakran mondják, hogy dízelautót nem érdemes városi használatra vásárolni, hiszen tönkre megy. Egyébként ez igaz is. A rossz hír az, hogy egy benzines motor is tönkre megy, hogyha sokat használjuk városba, és nem szervizeljük kellőképpen, vagy a használatnak megfelelően. Azt javaslom mindenkinek, bármilyen robbanó motoros autót is használ városban, gyakrabban cseréljen olajat, és nagyon figyeljen oda az olajminőségre, a gyárilag előírt olajminőségre, hiszen nagyon sok ezer átvizsgált autó után mondom, hogy az egyik fő problémát abban látjuk, hogy 6-8-10 éves korban ezek az autók már gyakran bizony fogyasztják az olajat, és ez általában visszavezethető a nem megfelelő szervizelésre. Ami pedig nem fog kiderülni nyilván egy szervizkönyvből, hiszen abban vagy az van, ami úgy történt, vagy nem. Méretben mindenképpen fontos belülni, hogy mi az, amire szükségetek van. Nyilván ne vegyetek egy ekkora mafla dömpert, hogyha csak a városba futkostok, de hogyha viszont utazóautónak kerestek autót, vagy nagyon sokat járkátok vidékre, akár külföldre, akkor viszont érdemes egy ilyen nagyobb méretű jószágot beszerezni, hiszen túl a kényelmen, biztonságos is, jól is megy, és sokszor meglepően takarékos tud lenni, főleg hosszú úton. Aki családot tervez, annak érdemes a csomagtartóra is gondolni, hiszen ha most egy gyerkőc van, simán elfér egy kis kompakt autóban, de hogyha jön a következő baba, akkor két babakocsi vagy két gyerekülés már nem biztos, hogy olyan kényelmesen fog elférni, és lehet, hogy egy-két év múlva autócsere lesz a vége. Tényleg, akik nagy családot terveznek, érdemes már egy akár kombi autót, akár egy egyterű autót beszerezni, hiszen higgyetek el, ennél praktikusabb családmozgatásra nincs. Mindenki esküszik valamilyen márkára, legyen az japán, francia, német, európai, amerikai, bármilyen. Mindenkinek van valamilyen fantasztikus véleménye, hogy milyen a legjobb autómárka. Az igazság az, és a tapasztalataink is ezt mutatják, hogy 6-8 éves kor után már nem is az a legfontosabb, hogy milyen márkájú autót vesztek, hanem azt az autót addig hogy tartották karban, illetve milyen a jelenlegi valós állapota. Hiába veszük meg a világ legmegbízhatóbb autóját, hogyha a konkrét autó, amit megvásárolunk, annak rengeteg problémája van, nem cseréltek benne olajat, nem tartották karban, nem hordták szervízben. És ugyanígy fordítva, egy kevésbé patinás márka is lehet hosszú távon megbízható, hogyha addig jól bántak vele, vigyáztak rá, és ráadásul nagyon gyakran ezeknek az árcéduláján is azért kisebb összeg szerepel, mint egy jó nevű márkának. Talán a legrosszabb hírem minden autókeresőnek, hogy mi sem tudjuk megmondani a hirdetésből, illetve a hirdetés szövegéből, hogy melyik autót érdemes megnézni, vagy melyiket nem. Hiszen szinte minden hirdetésben ugyanaz az egyen szöveg szerepel. Nagypapa használta, sérülésmentes, költségmentes, jön, megy, gurul, ennél szebb autó nem született a Földön, orvos, női, gyógyszerész, mérnök, űrkutató, tulajdonossal, egy gazdával, stb. Meg látunk 5-6-7 fotót egy sárga, kék, zöld, piros autóról. Ebből ember legyen, meg szakember legyen a talpán, aki megmondja, hogy azt a konkrét autót érdemes megnézni, vagy nem. Tehát, hogyha a konkrét autót kiválasztjátok, vagy konkrét autókat kiválasztjátok, onnantól viszont nagyon szívesen segítünk. Bátran keressetek, kimegyünk, átvizsgáljuk azt az autót vagy autókat, és segítünk dönteni, hogy érdemes-e megvásárolni azt az autót, vagy nem, illetve át akarnak-e titeket verni, avagy sem. Köszönjük, hogy a mai nap is velünk tartottatok, iratkozzatok fel, osszátok meg a videóinkat, lájkoljatok, sziasztok!